A kormány kiemelt célja, hogy az Európai Unió által előírt 2020-as határidőnél két évvel korábban már 2018-ra minden magyar háztartásban elérhetővé váljon a szupergyors internetszolgáltatás. Emlékeztetett az infokommunikációért felelős helyettes államtitkár Nyíregyházán. Solymár Károly Balázs hangsúlyozta, ezért is indult el a Digitális Magyarország elnevezésű program, amelynek első kiemelt állomása a Szabolcsi megyeszékhely. Itt, illetve a nyíregyházi járás több nyíregyházával együtt összesen 15 településén pályázhatnak majd a lakosok informatikai eszközökre. 5000 notebookra nyújthatnak be pályázatot, valamint 1000 tabletre a Nyíregyházán, valamint a járásban lakók. Ezek a notebookok, illetve a tabletek képesek lesznek mind arra, hogy aki kezdő szinten, de megfelelő minőségben akarja használni ezeket az informatikai eszközöket, az elboldoguljon velük, tehát könnyű lesz használni. Strapabíróak lesznek, tehát több évig lesznek alkalmasak a használatra, és nyilván mindazon alkalmazások rajta lesznek irodai alkalmazások, amelyek akár a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükségesek. Nyíregyháza úgynevezett digitális városként fejleszthet, tette hozzá a megyeszékhely polgármestere. Kovács Ferenc hangsúlyozta, ezért is nyitott meg a Digitális Nyíregyháza programiroda, ahol többek között a pályázati lehetőségekről is tájékozódhatnak, és már pályázhatnak is az érdeklődők. Az iroda munkahelyteremtő funkcióval is bír, hiszen 12-en dolgoznak itt. A digitális város mintaprojekt helyszíne Nyíregyháza, ami évelején kezdődött, ennek nagyon örültünk, nem csak azért, mert ez egy 1,7 milliárdos beruházást is jelent a városunkban, és érinti a járást is, hanem azért, mert ez a mai korban már elengedhetetlen, és ez a program lehetőséget ad arra, hogy ezen a területeken akár évtizedes lemaradást is egy-két év alatt pótoljunk. Az informatikai eszközökre már lehet pályázni egészen december 30-áig. Kiemelt célcsoportba tartoznak többek között a nagycsaládosok, a gyermeküket egyedülnevelő szülők és az aktív idősek. Az eszközök mellett pedig oktatást is kapnak a sikeres pályázók, így növelik a digitális kompetenciát és készségeket a nyíregyházi járásban.